Sziasztok! A helyszín még mindig Lipcse, még mindig Ízgőzlér, és ahogy ígértem, jön az aroma bemutató, meg még lesz plusz más is, ma voltam kicsit vásárolni. Na, csapjunk a közepébe. Ugye mondtam, hogy rendeltem gyümölcsös, kimondottan DR-re való ízeket, német gyártótól, mind a három, és a kettő az ugyantól a gyártótól van, de lehet, hogy mind a három ugyanattól a gyártótól van. Most az nem is érdekes, mert otthon még ezekkel az aromákkal nem találkoztam. És az első, olyan sorrendben akarok haladni, ahogy ízlenek. Mert hogy úgy gondoltam, hogy ez a narancs és vanília krém, ez valahogy finom lesz. Nem rossz, nem rossz, de lehet, hogy még hagyni kell neki egy kis érési időt egyébként, de már lassan egy hány naposok, 5-6 napja érnek. Ebből még nem is fogyott túl sok, amit van a kezembe, de mutatom is nektek, ez a Voodoo Clouds fantázia néven futó termék, Obsessed, és ez az a narancsos vanília krémes. Érdekes, érdekes. Mondom, még hagyok neki időt, nem rossz egyébként, nem azt mondom, hogy rossz, mert ki kell önteni a csapba, vagy akármi, de kicsit, vagy nekem furcsa így ez a párosítás. Amúgy finom a narancs, meg a vanília is, csak ez a kettő együtt nekem olyan kicsit olyan fura, de nem baj. A lényeg az, hogy 60 ml-s flakonba, 10 ml aroma fel kell önteni, és gyakorlatilag azonnal fogyasztható, de érdemes vele pár napot várni ettől függetlenül. Mutatom már így, hogy jobban látszódjon a képe. Ez itt a zárjegynek a helye, vagy a ragasztónak a helye, mert itt is minden zárjegyeznek. Na, úgyhogy még adok neki egy pár napot, és meglátjuk, hogy mit hoz ki magából. A következő, ugyanez a gyártó, Voodoo Clouds Waterberry, ez már egy ígéretesebb íz. Ez lényegében görögdinnye, földieper, mána és áfonya. Az előző, azt nem mondtam hozzá, hogy az nem hűsítő, és ez és a következő is az. Bár ennek is azt írták, mutatom ennek is a flakonját, kicsit közelebbről. Azt írták, hogy nincs benne hűsítő, de van benne. Ebben egy kicsit veszedelmesebb, tehát ez már nekem az a hűsítő kategória, ami ilyen kicsit fagyasztós jellegű hűsítő. De ízre viszont nagyon jó, tehát az összes gyümölcsöt szépen lehet benne érezni. Nem egy ilyen összevegyített valami mixtúra, hogy próbál meg kitalálni, hogy mik lehetnek benne, szépen el lehet különíteni benne minden ízt. Szintén 60 literes flakon. 10 milli aroma, felöntés. Ennek nem vettem észre a különösebb változás, most ezt ugye, hát ebből is a túlsa fogyott, de hogy itt rákóstolgattam ennél úgy igazából olyan határozottabb javulást, itt se rossz, tehát változást nem éreztem az ízébe, majd későbbiekben kiderül. Voodoo Clouds, esetleg otthon megjelenik, vagy olyan webshopban Magyarországon, ahol szoktunk vásárolni, akkor próbáljatok rá, ez ajánlott kategória és íz. És akkor jöjjön a fő kedvencem. Ezt nem ismertem, ez is egy német gyártó, a Vovan. Találkoztam már pár évvel ezelőtt nekik, azt hiszem desszert ízükkel, ilyen kicsi 30 ml-s flakonban volt, de én már meg nem mondom nektek, hogy milyen íze volt. Finom volt az is, de ez kékszőlő és mézdínje. Egyébként a Five Elements termékcsaládja a Vovannak. Ez 120 ml-s flakonban érkezik, és ebben is 10 ml erősen koncentrált aroma van. És ez bomba jó. Ebben is van hűsítő, de pont kellemes. Nekem elviselhető kategória. Nagyon finom a szőlő, a mézdínje meg bomba benne, úgyhogy ennyi. Azt jól emlékszem, valahol láttam magyar vonatkozású webshopba. Vegyétek, vigyétek, ez nagyon finom.
ez télen is jó, nyáron is, ez az nem azon kimondott. Tehát olyan hűsítés van benne, ami télen is még azért elviselhető, ha olyan az idő. Mutatom közelebbről. Kicsit körbe forgatva. Tehát amikor kinyitottam, megszagláztam, már akkor tudtam, hogy ez jó lesz. Na, aroma bemutatóról körülbelül most ennyit. Még egy olyan tapasztalatom van itt, hogyha, bár ez a Vapor Book, ja, ha már itt tartunk, hogy Vapor Book, ha esetleg még nem tudtok róla, létre lett hozva egy ilyen Facebookhoz hasonló, de kimondottan vapereknek szóló Facebook. De Vapor Book a neve. Keresetek rá vaporbook.hu. Na, mindjárt megnézem, pont úgy vagyok most. Hú, igen, vaporbook.hu. Regisztráljatok be, és akkor ott lehet megkeresni az ismerősöket, vagy új ismerősöket, és lehet találni magunknak. Ugyanúgy van adok-veszek, bár én úgy érkezzel az adok-veszek dologgal, hogy ez is kicsit kezd átcsapni abba az irányba, hogy akármikor benézek, hirdetések tömkelege jön vele szembe, nem igazán így képzelek el egy közösségi oldalt, na mindegy, majd remélem, hogy a alkotók is, vagy a fejlesztők is ezt észreveszik, aztán nem minden egyes csoportból adok-veszek csoport lesz, mert hát akkor ne Vapor Book legyen neve, hanem mit tudom én, akármi. Viszont van lehetőségünk saját blogot vezetni, cikkeket létrehozni bizonyos témákról, a vépeléssel kapcsolatos témákról, úgyhogy ígéretesnek tűnik a kezdeményezés, aztán remélem, hogy meg reméljük, hogy meg is marad hosszú távon. Most jól emlékszem, mert több mint 2000 embert regisztrált, tehát azért csak vagyunk egy jó páran, szerencsére, és megtaláljuk ott egymást, mert megtaláljuk a közös témákat, ki tudunk beszélni, vesézni különböző témaköröket, akár tekerés, akár bármiről legyen szó. Na, úgyhogy még ezt szerettem volna egy kis ajánlót itten betenni a srácoknak, hogy még többen keressétek föl az oldalt és regisztráljatok. Nem kértek meg rá, most ezt hozzáteszem külön, hanem örülök az ilyen nagyon pozitív kezdeményezéseknek. A másik dolog, hát lehet, hogy az érintett nem fog neki örülni, hogy itt én, hát nem, de koszos a szemvegem, na mindegy, pozitív, akármilyen reklámot csinálok, neki gözlélparasztot mindannyian ismeritek, Szilviuszt. Ha esetleg láttátok a videót, akkor tudjátok, hogy most rendesen összecsaptak a hullámok a feje fölött. Hát sajnálom, ismerem őt személyesen, tavaly a ráckevei találkozón találkoztunk is, jót beszélgettünk, meg ott közösen töltöttük a kvízt, meg egyebek. Na, mindegy, amúgy is más témakörből is ismerem őt, és most sajnos elég negatív dolgok történtek. Tűz volt náluk otthon, keze megsérült, munkahelyre elküldték. Na, mindegy, nem akarok más magánéletbe turkálni. A lényeg az, hogyha máshogy nem is tudjátok segíteni, iratkozzatok fel a csatornájára, nézzétek a videóit, szóljatok hozzá a videókhoz, meg szóljatok hozzá egy pár szót, esetleg e-mailben is, ott az publikus az e-mail címe, hogy könnyebben át tudják ő is a kis családja vészelni ezt a nehéz időszakot, amíg nem rendeződik nála minden. Ezt most csak azért hoztam fel, mert én is voltam az életben sokszor rossz helyzetben, és sokszor egy jó szó is többet ér bárminél. Na, menjünk is tovább. Nagyon érdekes itt a helyzet most. Most úgy kezdtem, hülyén kezdtem ezt az egészet, hogy érdekes a helyzet itt Németországban. Aroma meg egyéb fronton. Tehát most, hogy itt nézelődök, vásárolgattam már itt többször is Ricardo-ba, Easy Wave-be, amit már ugye mondtam nektek, meg készülök majd erről a két boltról egy kis bemutató videót csinálni, hogyha sikerül valamikor. Azt nem tudom még, hogy mikor tudok rá sort keríteni. És az érdekes tapasztalatom van, hogy aromák tekintetében, most árakról lesz szó, aromák tekintetében az árak nagyjából hasonlóak, mint nálunk Magyarországon. Nincs nagy eltérés. Viszont ha alaplénynél már nagyon-nagyon más a helyzet. Nem tudom, hogy mitől van itt csillagászati ár az alaplének, de
valamikor még azt hiszem tavaly november-december körül mentem az ízű, hogy na akkor veszek én alaplevet, meg veszek nikotin boostert, és akkor 100 millis alaplevet vettem, meg vettem, ha jól emlékszem, 5 darab nikotin boostert, és majdnem 60 eurót fizettem érte. 60 eurót. És megnéztem a blokkot, és borzalom. Ára van. Az alaplé hihetetlen. Tehát otthon most, ha akárhogy is vesz az ember alaplevet, csak simán alaplé, nullás alaplé, semmi másról nem beszélünk, de legyen hozzá nikotin boostert, mondjuk legyen 6-os, és akkor ugye küldik külön, vagy nem külön, tehát külön, külön küldik, igen, tehát külön benne van a csomagban a maga nullás alapján, meg ugye hozzá a boosterek, amit felöntöd, aztán kapod a 6-os alaplevet. De most, ha csak simán a nullás alaplevet nézem otthon, még a legvadabb viszonyok közt is szerintem 10.000 forintból megvan egy liter, vagy meg tudod venni. Na, idekin ez nem így van. Idekin, ha eddig még nem ültél le, akkor üljél le, légy szíves, mert le fogsz ülni. Ha esetleg még erről nem tudtál, hogy itt mennyibe kerül. Gyerekek, itt egy liter alaplé, úgy alulról nyaladossa a 150 ezer forintot. Jól hallottátok, 150 ezer forint. Egy liter nullásra. Tehát 10-szer annyiba kerül, mint nálunk. Nem értem a miértjét, oké, hogy adóztassunk rommá minden, de azért ennyire. És na mindegy, és egy alaplevet, tehát na, nem értem. A mások a nikotin booster, hogy az is dupla annyiba kerül, mint nálunk a dohánybolti. Azért hangsúlyozom, hogy dohánybolti, vagy a dohánybolti is olyan 1100 forint körül elnézést van. Hát itt 2000 forint fölött van, ha most átszámolom. Most itt minden 400 forinttal számolok, mert most még mostanában nem néztem, hogy mennyi a forint euró árfolyam, de hihetetlen. Tehát, ha jöttök ki Németországba hosszabb időre, tudjátok, hogy mit hetekre kijöttök, akkor hozzatok inkább otthonról, podgyászba mindent, mert aromát nem muszáj, mert mondom, az jó árba van, tehát olyan otthoni ár viszonylatban, de alaplé nikotin booster, azzal pakoljatok fel, mert a gatyátok rámegy, ha itt akartok. Főleg ez a DLS-eknek érdekes, ugye akiknél nagyobb mennyiségben fogy a likvid, MTL-esek, hát na, az azért ott is oda kell figyelni. Oda kell figyelni ott is. Tehát körülbelül ennyit szerettem volna erre pluszban mondani az itteni árviszonylatokról. Mondjuk innentől kezdve meg nem csodálom, hogy itt is többen dohányoznak, mint vépernek, mert sok véper van, mert azért látom, meg ott a német kollégák közt is van, aki használja, és hát ott is olyan vegyesen. Nem a saját kollégáim, csak ott a gyárban látom, hogy kint a dohányzóban, amikor kijönnek, hogy szíven, most az honnan szerzi be az alaplevet, vagy hogy, meg mint, nem tudom. De majd rákérdezek tőle, meg mennyiért. Bár mondjuk ők jobban keresnek, mint mi, azt mondjuk, igen, ezt hozzáteszem. Tehát azért lehet, hogy őket azért ennyire nem vágná föl az egy liter alaplé megvásárlása, mint minket. Nem tudhatom. Na. És akkor amiről ugye beharangozóban nem volt szó a sortba, videóba, majd csak úgy döntöttem, hogy kicsit meguntam a déjelezést, mert amúgy sem téles vagyok. Csak néha jó esik egy kicsit a felhőkergetés. Cloud chasing. Vettem egy podot. De ez nem tudom, hanyadik pad egyébként, csak most nem hoztam ki magammal MTL tankot, és most rákívánkoztam. Meg most itt elgondolkodtam rajta, most itt elpefékelem ezeket, akkor mit szívok. Na mindegy. Amit vettem, Fejjat, ami már csinált róla videót, én annyira nagyon keresétek meg, YouTube-on fent van, annyira nem akarok belemerülni a készülék bemutatóba, de lényeg az, hogy ez a Juvel Crown M pod mód, mutatom a dobozt, ott is van benne, bár most már használatban vettem, csak azért visszatettem a videó kedvére a dobozba. Amúgy szép a doboz, tehát így a mód benne, hátul a szokásos dolgok, oldalt a szokásos dolgok minden gyártónál, tehát ez erre nagyon nem térek ki. Dobozt kinyitjuk, és akkor ott található benne a készülék. Ott szépen ott a fénynél most látszik a koronajel csillog. Abba a dobozkába egyébként csak egy
nyúlfartnyi USB-C töltőkábel van, semmit nem ér, meg egy darab 0,6-os porlasztó van benne még. Más nincs. Meg az aljában van az a szokásos papírtartó, amiben használati útmutató van, ami kb. Két oldal az egész, tehát nem... Tehát egyszerű készüléket, nem két túlzásba minden. A dolgokat így néz ki. Hát haladjunk innen erre, ez egy ilyen tekerentyű, ezzel tudod a teljesítményt állítani, meg módot változtatni. Még egyféle módot tud, tehát változamódban tud dolgozni, de mindjárt kitérek arra, hogy mi az a mérés mód választó. Ez maga a tank, ez egy átlátszó, így lehet kivenni, ez egy átlátszó műanyag tank, 4 milliliter likvid kapacitása van, felső töltésű, drip tipet így szépen le lehet húzni, és akkor ez a gumidugó, na így látszik jól, ott az a gumidugó, azt kell felnyitni, és akkor szépen fel lehet tölteni, utána azt meg csak egy egyszerű mozdulattal így szépen vissza lehet tenni a tetejére. Maga a tank ez bolondbiztos, mert hogy a készülékben is van 3 érintkező, meg itt is van 3 érintkező, meg nem is lehet máshogy lényegében beletenni a tankot, mert ugye van ott, biztos látszik, próbálom már úgy mutatni, van egy kis vájat, és akkor a porlasztón, vagy a tankon is van egy ilyen kis nút-szerűség, és akkor csak úgy lehet beletenni. Ja, a porlasztót azt meg úgy lehet kivonni, hogy egyszerűen itt az alján meg kell fogni, és ki kell belehozni, most nem húzom ki, ugye már likvid van benne. Amúgy egy jó, egy ilyen újítása van a Juvelnek, bár az nem tudom mikori kiadás után, mert nem is néztem fejjel Tominak se a videót, hogy mikor csinálta. Lehet, hogy megy ez a réves dologról beszélek, de nem hiszem. Na, de a lényeg, hogy olyan porlasztók vannak hozzá, egyébként más porlasztók vannak hozzá, 0,6-0,8, hogy a 0,6-os az egy tekeréses, mondjuk úgy, tehát egy meslap van benne. Viszont a 0,8-asban az egy duál. És azért mondtam erre, hogy módválasztó, mert amikor kicseréljük a duára, mert mondom, a szűk DL-ezni akarunk, vagy DL-ezni, bár piszkosul nem alkalmas DL-ezésre. 1000 milliampere órás aksi van, beépített akkumulátor van benne, azzal nem fogsz egész nap DL-ezni, meg 0,6-on se. Meg 0,4-es is van, azt hiszem, hozzá porlasztó. Azon te nem fogsz 1000 milliamperes aksival, de mindegy. Fehér Tom is ki volt rajta akadva, de könyörgöm, ezt nem DL-re találták ki, ez nem DL pod. De DL-ezzünk már, nem DL-re való poddal. Oké, hogy tudja, de na. Tehát maga a készüléknek, tehát ez a pici akkumulátor, ez nem fogja. MTL-be simán kiviszi az egész napot egy 0,6-osra, 0,8-osra, ez tud kerálj, de DL-be nem fogja. Na, mindegy. Ja, amit nem mondtam, itt van a levegőállítási lehetőség. Átlátszó egyébként, az most ilyen fekete színű, de amúgy átlátszó, ott jobban látszik egy kicsit, hogy tehát lehet magát az elektronikát is úgy ki lehet silabizálni belőle. Elvileg 3 színben van most ezt a Fehér Tomi elmondás alapján, a videójából veszem, azt 3 színben nem néztem annyira utána, itt azt hiszem csak ez az egy színben volt most per pillanat elérhető. Ár, hát most hirtelen nem tudom nektek mondani. A lényeg az, hogy vettem még hozzá tartalékba 0,6-os porlasztót. Ebben talán 4 darab van, igen, 4 darab van benne. Meg vettem még hozzá tartalék tankszekciót is. Leesik véletlenül, eltörik, vagy bármi lesz vele, legyen már tartalékban, ebben viszont 2 van a badobaza. Na, a lényeg az, hogy a készülékért meg a kiegészítőkért együtt fizettem 36 eurót. Igen. Vagy 39? 5 kalan. 30. Jó, kerekítsünk, 40 euró kész. Az 1-2 euró már nem osz, nem szoroz. Szerintem ebben az árban nem rossz. Meg az, hogy kényelmes itt van a hely, belemegyek, megveszem. Meg ha bármi kell, tényleg. Ezért jó az,
Ezért jó a Németország, nem Magyarország, hanem itt lemegy, aztán itt nagyjából 1 kilométeres körön belül van 4 darab webshop, Herzegi shop. De itt közben egy másik utcán is az egyik nap egyen hamarabb szálltunk le a villamosról, hogy erről talán 2 perccel rövidebb a szállásra jönni, nem mint az a 10 perc most olyan borzasztó sok időt jelentene. A főpályaudvartól idáig nagyjából 10 perces sétával lehet eljutni, ahol én vagyok. És akkor fedeztem fel, hogy ott is van egy Herzegis bót. Úgyhogy, és ez itt van tényleg 1 kilométeren belül, mert ugye van a Hauptbahnhofon, amit egyszer talán lehet valamelyik videóban mondtam, lehet az előző videóban, valamelyikben csak az előzőben mondhattam, mert a többi még Magyarországon készült, ugye az előző videó készült már itt Lipcsébe. Ugye ott van a Ricardónak egy boltja, abban nem jártam, de valószínűleg ugyanaz, mint ami itt van a Eisenstrasse-n. Akkor ugye van, amit pont most említettem a Ricardónak, ugye még egy boltja itt a Eisenstrasse, igen. Akkor a Brühlbe van Easy Vape, meg nem tudom, mi a negyedik, nem mindegy. Ja, 2 Ricardo. Ja, igen, ez a bolt, a 2 Ricardo, igen, meg az Easy Whip. És az 1 kilométeres körön belül van. Meg van még egy kicsit messzebb, egy másik is, majd azt is egyszer megnézem. Meg lehet, hogy még van több is, lehet, hogy nem mindegyikőjük van fönn a Google térképen. De tud az ember hova menni, hogyha valamit akar venni, úgyhogy nem probléma. Mindegyik volt aránylag jól el van látva, tehát aromából is, alapléből is, készülékből is. Ennyi. Hú, 21 perc, gyerekek. Na, jó, sok mindent beszéltem itt a végén. Na, ja igen, még egy kicsit visszatérek a kis készülékecskére. Tehát ott úgy ott tartottam, hogy átlátszó az egész. Könnyű egyébként, tehát zsebbarát, bárhova beteszed, nem is fogod észrevenni, hogy ott van. És ugye MTL-ben az egész napos használata simán jön. Tűzgomb az itt van oldalt. 5 klikkel lehet bekapcsolni, kikapcsolni, 3 klikkel lehet módosítani a teljesítményt, mert hogy ha alaphelyzetben le van zárva ez a tekerentyű, véletlenül se tekerődjön el az ember zsebébe, és akkor elmegy mindenféle olyan tartományba, bár nem tud, mert hogy intelligens maga a chipset benne, tehát csak abban a tartományban működik, amit a tehát egy ilyen kímélő tartományban. Tehát nem tudod túlhúzni, tehát túlmenni azon a teljesítmény határon, amit tönkretenni a porlasztót. Na, ugye rá van írva minden porlasztó hátuljára, nem csak a Juvelné másoknál, és hogy mi az a ajánlott teljesítmény határ, amin belül nem megy tönkre hamar a porlasztó. És ugye ezen is rajta van valahol, láttam, hogy 20 és 22 watt például a 0,6-os. És azt, amikor kicseréltem, rátettem, ez beállt 20 wattra, ő azt mondja, hogy 20 watt jó, és tényleg jó, nem is kell tovább menni vele. Úgyhogy ebből a szempontból is jó pofa dolog. Ja, és akkor itt van a fejtöltő nyílás. Hát nagyjából ennyi egyébként ez a kis készülék. Most pár pillanat, a múltkor egy kicsit nem túlságosan nagyon megdicsért Latabakéria Harmonium, a white verzió, ugye a podokba szánt verziója van benne. Most vagy már kellőképpen beérett, vagy tényleg ebbe adja, podba adja jól igazán vissza az ízeket, mert nagyon jó egyébként. De és nagyon jó ízviszadása van, tehát bomba jó ízeket produkál ez a. Legalábbis most csak egyel, de ez a Harmonium, ez most már tényleg hozza azt az ízt, amit régebben az aroma hozott. Na, ennyi lenne már a gyerekek a videó. Más most nem jut eszembe, meg nem akarom húzni a rétes tésztát, mert megunjátok, aztán leiratkoztok, meg elmentek máshova. Ne tegyétek, hozzatok ismerősöket, iratkozzatok fel, ha nem tettétek meg. Új videóval jövök. Hát nem tudom, hogy húsvétig jövök-e új videóval, nem ígérgetek. Mert az ígéret szép szó, és ha megtartják, úgy jó. Meg én sem tudom, hogy meg mint lesz a jövő hét, de ha lesz videó, figyeljétek a csatornát, lesz róla
sort, hogy mi lesz a következőben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Legyen kellemes hétvégétek, ha húsvétig nem találkozunk, akkor kellemes húsvét ünnepet. Ha mentek locsolni, akkor hát már mondjuk nem jellemző a pénzgyűjtögetés, mint régen a mi időnkben, hogy pénzt adtak a lányok. De gyűjtsetek sok piros tojás, meg mit tudom én, csoki nyugszit, meg akármit, meg írtok sok jó pálinkát. Na, sziasztok!